Szia, köszöntünk! A kincsem kapcsán, de hát ugye itt ült nemrégiben Havas Ágnes, a Filmalap vezérigazgatója, aki agyon dicsért téged, hogy a te nevedhez kötődnek a legnézettebb magyar filmek. A kincsem is ilyen lesz? Tudom, hogy szemtelenség ezt kérdezni, de reméljük, ugye? Minden esély megvan rá. Én nagyon, nagyon bízom a filmben, nagyon olyan lett, amilyet szeretnék. Azt is bevallom, hogy túl vagyunk egy tesztvetítésen, és egész elképesztő eredménye lett, szóval nagyon-nagyon szeretik az emberek, hogyha az első hétvégén az a kritikus tömeg bemegy a moziba, én szinte biztos vagyok benne, hogy fogják akkor ajánlani, úgyhogy én nagyon szeretném, hogyha sokan látnák. Mielőtt nagyon rákanyarodunk a kincsemre, nem szeretnék nagyon felülni a szembedicsérésre, de ez teher egyébként, hogy például ilyen jelzők futnak, hogy a Herendi Gábor, aki úgyis olyan filmet csinál, ami berántja a nézőket. Szóval, hogy nem lehetsz olyan lazán az alkotó, mert van már egy ilyen elvárás, hogy a Herendi, aki így villant a basszának. Azt gondolom, ez egy édes teher, és én mindig azt szoktam mondani, hogy én nem annak próbálok megfelelni, hogy a filmjeim tetszenek a nézőnek, hanem inkább szerencsés vagyok, hogy amilyen filmeket én szeretnék csinálni, azok tetszenek a nézőknek. Hát most remélem, a kincsem is egy ilyen alkotás, azt tudom ígérni, hogy nagyon-nagyon látványos, rendkívül fordulatos, jók a színészek, szóval én nagyon szerettem, remélem, hogy sikerült nem egy ilyen kicsit poros, kosztümös filmet csinálni, hanem ez egy nagyon friss, fiatalos, sok-sok humorral, úgyhogy remélem emiatt nagyon fogják szeretni a nézők. Hát sőt, olyannyira nem poros, hogy épp itt a bejátszó alatt már itt ült és beszélgettünk, csak avassuk be a kedves nézőket is abba, hogy mondtad, hogy CGI technikát alkalmaztok. Hát igen, hogy ugye a feladat, vagy hát egyáltalán magad a téma, meg a kiállítása ugye a sok-sok lóverseny miatt is, meg hogy ez egy kosztümös film, ugye az 1870-es években játszódik, nagyon sok trükk igénye van, és hát próbáltuk a hollywoodi elvárásoknak megfelelően ezt a filmet előállítani, és azt hiszem nem kell szégyenkeznünk. Ugye ez az az egyik magyar alkotás, amelyre talán az egyik legtöbb pénz elment valaha a világtörténelem során. Ez jelent kompromisszumokat ezzel együtt, vagy ettől függetlenül? Hát ez egy nagyon drága film volt, ez tény. Még azt is megmondom őszintén, hogy a dupláját is el lehetett volna költeni, tehát sok kompromisszumot kellett költeni, de azt gondolom, hogy ez semmilyen szinten nem látszik a filmen. Ez az én alkotói kompromisszumaim, hogy inkább azt mondom, hogy CGI-jal, tehát komputer animációval kellett megoldanunk bizonyos olyan látványos dolgokat, amit én talán jobban szerettem volna, ha meg tudjuk építeni. Ezt nem lehetett, erre nem volt pénz, de ma már látva a végeredményt és ezeket a komputer animáció által generált képeket, én nem gondolom, hogy ezt meg lehet mondani, hogy ez valódi, vagy tényleg trükkel lett oda teremtve. Egyszer azért beszélünk a történetről is, tehát most mindenki arra gondol, hogy kincsem, a ló, aki soha semmilyen más állatló nem vert meg a pályán, tehát a veretlen magyar sikerkincsem, de hogy nem feltétlenül az ő története ez. Nem igazából, mert az érdekesség, hogy utána tényleg a mai napig a világ legeredményesebb lóva, és 54 versenyből 54-et megnyert, nagyon izgalmas története nem volt. Ez egy fikciós történet, a szereplők valódiak, tehát a ló gazdája, a trénere, a zsokéja, ezek mind igaz szereplők, és Hegedűs Bálinttal karöltve írtunk egy nagyon-nagyon izgalmas, fordulatos szerelmi történetet, bosszú történetet, minden van benne, amitől egy film igazán húsvér film tud lenni. Ez egy zsáner film? Igen, mi úgy határozzuk meg, hogy ez egy romantikus kalandfilm. A lányok nagyon fogják szeretni, mert lehet sírni, és a fiúk is fogják szeretni, mert van benne párbaj, lovaglás,
tűzből kiment, és minden, ami egy ilyen filmnek a sajátja. Tulajdonképpen bármi adhatta volna a díszletet, vagy a hátteret Kincsem mellett, nem? Vagy miért pont Kincsemben akadt meg a figyelmetek? Hát ez, különben az érdekesége az, hogy végülis tényleg egy nagyon kicsit a Puskással szokták párhuzamba állítani, hogy a mai napig a lóversenyzők, és de nemzetközi szinten mindenki tudja, hogy a Kincsem ki volt, mi volt. És én azt gondolom, hogy érdemes ennek valamilyen szinten úgy emléket állítani, hogy ez a dolog fogyasztható legyen. Tehát borzasztó izgalmas lóversenyek vannak benne, és én mindig azt mondom, hogy a Kincsem az nagyon jó vivőanyaga lett ennek vagy katalizátora ennek a sztorinak, és pont ezért tudott egy nagyon fordulatos dolog lenni, mert nem annyira a lóról szól, hanem a ló körül forgolódó eseményekről. Volt a forgatás során valamilyen kihívás? Tehát most félretéve az, hogy vannak jelenetek, amit CGI-jel csináltok meg, esetleg bármilyen... Hát a legnagyobb kihívás a lóversenyek voltak, mert hogy nagyon izgalmas és nagyon klasszul megcsinált amerikai elődök vannak, ahol vérprofik a lóversenyek, és az egy kegyetlen dolog, mert ezek a lovak bizony 80-nal is mennek, amikor úgy nagyon mennek, és az látszik, hogyha nem teljes erőből lovagolnak, és hát ezeket ugye olyan izgalmasan fölvenni, hogy közel tudjunk kerülni hozzá, hogy érezzük ezt az erőt, fújtatást, és hát borzasztó esztétikus dolog, ezek a nagyon izmos lovak, amelyek vágtáznak ott a homokba, hogy ezt fölvenni az kihívás volt. Bocsánat, ki játssza Kincsemet? Tehát azért azt gondolom, hogy egy alapkérdés. Kincsemet, igen. Egy póni és CGI-ja fel van turbózva. Esetleg valamelyik leszármazottja, vagy hogy... Nem. A vicc az, hogy Kincsemet sok ló látja, sok jó ló játsza. Igen, több ló. Mert hogy nagyon sok feladata volt, és az... Egyszerűen ezeket a lovakat meg kellett tanítani, tehát trénerek foglalkoztak velük, és volt olyan ló, amelyik elviselte maga körül a tüzet. Volt olyan ló, amelyik le tudott feküdni vezényszóra. Szóval, hogy nagyon sokféle feladatot kellett látni, ez a filmben persze nem érzékelhető, de sok dublőrrel dolgozott Kincsem. Az megfordult a fejetekben, hogy azért ez egy ingoványos talaj? Mármint, hogy Kincsem egy magyar nemzeti jelkép, valahol történelmi filmről is beszélünk, és az elmúlt 20 évben azért olyan jó magyar történelmi filmek nem nagyon készültek, vagy ha készültek, azok felemás sikert nagyon óvatosan fogalmazol, igen. Igen, ugye? Igyekeztem igen, azért igen, nagyon. Ezért beszéltem ilyen lassan. Igen. Szóval, hogy az elődök azok nem csillogtak oly fényesen. Hát én ezt szeretném áttörni ezt a falat, és igen, van, most hazudnék, ha nem mondám, hogy van egyfajta félelmem, hogy nem voltak ezek a történelmi filmek nagy sikerek, azért régen voltak, azok izgalmasak, és a mai napig jó, de én remélem, hogy ezzel a filmmel megmutatjuk, hogy tudunk jó történelmi filmet csinálni, ami nagyon fogyasztó, nagyon, én azt gondolom, hogy sikerült olyanra, amit egy 21. századi film megkövetel, és hogy nagyon pörgő, nagyon, nagyon gyors, nagyon fordulatos cselekménnyel, remélem szerették. Én borzasztó jónak látom a színészeket, iszonyú izgalmas a jelmez, olyan szép ruhák készültek Bárdosi Iboly a stylist keze alatt. Hát, szóval minden elemében remélem, hogy nagyon fog tetszeni a nézőknek. És ugye lezárjuk azzal, amit mondtad, hogy a lányoknak ez majd bejön, Nagy Ervin a főszereplő az egyik, úgyhogy engem már ezzel megvettél, Gábor, köszi. Ennyi? Nem, a több is érdekel. De hogy... Hát a női főszereplő Petrik Andrea, aki még annyira nem ismert, mint az Ervin, de rendkívül szép benne, és nagyon-nagyon ügyes és tehetséges, úgyhogy én remélem, hogy ő is megdobogtatja majd a fiúk szívét. Jó, akkor jövő márciusban Kincsem. Jövő márciusban Kincsem. Addig kell várni a Kincsemet? Sajnos, igen. Március 16-ától lesz a mozikban. Úgyhogy sajnos sok az utómunka, tehát még nem vagyunk kész vele, de én már látom az alagút végét. A Kincsem egyébként miről szól a rendezőnek? A film. Mi az, ami miatt téged megszólít, ami miatt téged megérint? Miért ülnél te be erre a filmre? Nem tudom, hogy el tudsz-e vonatkoztatni ennyire a saját alkotásodtól, amivel eltöltöttél nem kis időt.
Hát sok szempontot tudok mondani, például azt gondolom, hogy az is valamilyen szinten vonzó, hogy egy ilyen drága magyar film. Tehát sok... Nézzétek meg, mert drága volt, sokba került. Igen, tessék megnézni, hogy mire költöttünk. Igen. Én azt hiszem, hogy nem kell ezt se szégyelni, mert látszik a vásznon ez a sok pénz. Én remélem, hogy büszkének lehet lenni, hogy készülhetett egy ilyen film. Azt is fontosnak gondolom, hogy ennek a kincsemnek valamilyen szinten mégiscsak emléket állít, és hogy mindezt nagyon fogyasztható formában. Van olyan műfaj, amiben eddig nem forgathattál, de nagyon szeretnél, de nagyon vágysz rá? Nagyon sokféle van. Nagyon szeretnék krimit csinálni, hát nem tudom, szóval sokféle, de hát kevés az idő, sok a feladat, nem baj. Megőrzöl így a filmjeid után a forgatásokról valamilyen kis erekét? Tehát úgy képzeljünk el, mint a hollywoodi rendezők, akiknek otthon vannak ilyen különböző jedikardjaik. Abszolút. Hát mondjuk a csapó az egy természetes dolog, hogy ezt a rendező gyorsan eldugja. De például nekem a Magyar Vándorból nagyon sok kellék megmaradt, mert ott nagyon izgalmas dolgok voltak, és ezt hát az irodámban egy ilyen szekrénybe tartogatom, mert sok szép emlék is kapcsolódik hozzá. Ha már itt vagyok, megkérdezzük, valami Amerika 3? Készül? Tényleg? Ennyit bevallok, mert most valami titkot mindenkiből kisajtolok. Ott tartunk, hogy a film alap a forgatókönyvet elfogadta, és most pályázunk, hogy kapjunk rá pénzt. Nagyon-nagyon izgalmas feladat, mert én azt nagyon szerettem csinálni, és tudom, hogy mennyire várják az emberek. És én remélem, hogy most már minket nem állít meg, hogy legyen egy harmadik rész, és bízom benne, hogy nagyon vicces lesz. Én azóta is 1-2-3-4-5-öt játszok a lotton, és sosem nyerek vele sajnos. Na jó, nem, de... És akkor tudod, adja magát a kérdés, hogy és miről szól majd a valami Amerika 3? No, ezt nem mondom, nem spoilerez. Egyébként tényleg emelkedik a magyar film? Most erről beszélgettünk itt kolléganőddel néhány perccel ezelőtt, te hogy látod? Én az különben igen, tehát mennyiségi szempontból biztos nagyon-nagyon sok film készül. Szerintem jó minőségű filmek készülnek kifejezetten, de hogy én sem vagyok a tudója annak, hogy hogy lehetne a nézőket visszacsábítani a magyar filmekre, azt nem tudom. Biztos, hogy talán több közönségfilmnek kéne készülni, és kevesebb művészfilmnek, amit én mindig szószólója vagyok, hogy ugyanolyan fontosnak gondolok, de mondjuk a nagy tömegeket nehéz, a nehéz filmekkel visszacsábítani. És sajnos csak irigykedve nézem a cseheket, a lengyeleket, akik milliós számba mennek, és egy ünnep, ha készül egy saját filmjük. Erről mi valahogy leszoktattuk a magyar embereket, amit nagyon-nagyon sajnálok, és borzasztó nehéz most fölvenni a verseket, ömlik Amerikából a nagyon, nagyon drága, nagy kiállítású filmek, amelyek azért többé-kevésbé még minőséget se nagyon hoznak. Nem vagyok. Nem baj, kincsemnek szorítunk. Köszönöm szépen. Egy ilyen szomorú felhanggal, alhanggal. Ne legyen szomorú. Nagyon örülünk Herendi Gábornak, hogy itt voltál. Köszönjük szépen, és akkor március.